Köszöntöm Önöket, Kocsisán Brigitta vagyok. Ismét jelentkezik a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Mutatom, mivel készültünk mára. Hogyan tovább? Matematikai alapok döntéseink mögött. Az év ásványa. Versenyben a gipsz, a kvarc és a malahit azurit páros. Barlangi medve. A jégkorszak jellegzetes állata lett az év őslénye. Horizont 2020. Tudományos sikerek az európai porondon. Automotor Tuning Show. Idén is összejöttek a gépek szerelmesei. Gondolkodtak már azon, hogyan hozunk meg egy-egy döntést? Hangya Balázs, az MTA Koki kutatója és munkatársai szerint úgy fest, hogy a kínzó bizonytalanság vagy éppen a túlzott bizonyosságérzése mögött a matematikai statisztika szigorú elvei működnek. Mindeddig úgy tartották, igen bonyolult elemző folyamat végén alakul ki bennünk, hogy mennyire bízunk meg egyes döntéseinkben. Hangya Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója és munkatársai legfrissebb eredményei szerint azonban a nehezen megfogható érzés mögött egyszerű matematikai alapok húzódnak meg. Alapvetően a tanulásnak az agyi mechanizmusait kutatjuk, tehát a tanulásban több agyi struktúra részt vesz, ilyen makroszkópos szinten, tehát ilyen nagyobb látható agyi területek, például az agykéreg jelentős része fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, például a homloklebenynek ismert nyilvánvalóan a fontos szerepe a tanulásban. Ugyanakkor vannak nagyon fontos úgynevezett kéreg alatti struktúrák is, ezek nem az agykéreghez tartoznak. Itt is vannak különböző sejtcsoportok, amik nagyon fontos szerepet játszanak a tanulásban, ilyen például a bazális előhagy, ahol több különböző sejtcsoportnak a szerepét is már vizsgálták tanulásban, és mindezeknek a területeknek, mind az együttműködésüknek, vagy esetleg kompetíciójuknak a szerepét vizsgáljuk tanulásban, az egyes területeken belül a különböző sejtípusoknak a tanulásban való részvételét vizsgáljuk. Emellett ugye a tanulás megbetegedései is fontosak, ezek létrejönnek különböző úgynevezett neurodegeneratív betegségekben, ilyen az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór, tehát a tanulás normális folyamatának megismerése mellett az is cél, hogy ezeket a betegségeket jobban megértsük. Valószínűleg kevesen vannak, akik nem szembesültek még ilyen és ehhez hasonló problémákkal, amikor hirtelen igencsak fontossá válik, hogy mennyire vagyunk biztosak saját döntéseinkben. Többféle vizsgálatot végzünk, egyrészt embereken végzünk vizsgálatokat, tehát különböző olyan tanulási feladatokat végeznek emberek, amelyek során tudjuk vizsgálni mind az emberek teljesítményét, mind a reakcióidejét, a tanulás sebességét, tanulás módját. Tanulásnak különböző válfajai vannak, ezeket is külön-külön vizsgálhatjuk. Például szoktunk emberi alanyokkal végezni motoros tanulási feladatot, ahol egy bizonyos motoros szekvenciát, vagy többféle motoros szekvenciát kell megtanulni, és a lehető leggyorsabban válaszolni rá. A fiatal agykutató a Lendület program egyik nyerteseként 2015-ben az Egyesült Államokból tért haza, hogy az Alzheimer-kor kutatására önálló labort alapítson. Az ilyen tanulási feladatokon kívül egyéb feladatokat is végeztetünk emberi alanyokkal, például a tanulás mellett másik nagyon fontos agyi funkció a döntéshozás. Ennek egyébként összefüggései is vannak a tanulással, arra is keresjük a választ, hogy hogyan befolyásolja a kettő egymást, illetve a tanulási folyamatok hogyan hatnak vissza a döntéseinkre. Ennek megfelelően különbözőféle döntéshozási feladatokat is végzünk embereken. Például egyik feladatban azt kellett eldönteniük az alanyoknak, hogy szerintük, a általános tudásuk szerint melyik országnak nagyobb a népessége. A monitoron két különböző országot lehetett látni, például tegyük fel Ausztrália és Kanada, és meg kellett először válaszolni azt, hogy a vizsgálatot végző alany szerint melyiknek nagyobb a népessége, illetve utána arra kellett válaszolni, hogy mennyire biztos ebben a válaszban az illető. Ez egy általános tudásra épülő feladat, és nem csak azt vizsgáljuk, hogy jól vagy rosszul döntöttek
az emberek, hanem azt is, hogy mennyire biztosak ebben a döntésben, tehát nem csak a döntést magát, hanem a döntéshez társuló bizonyosság érzését is vizsgáljuk ezzel. A pszichológia természetesen foglalkozott ezzel a kérdéssel, és különféle elméletekkel próbálta magyarázni, milyen mechanizmusok húzódnak meg bizonyosságunk kialakulása mögött. Ez azért érdekes, mert ha ilyen összefüggéseket, ilyen igazából matematikai általánosságokat, statisztikai törvényeket le tudunk vonni az emberi döntésekkel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyire biztosak az emberek a döntéseikben, akkor bizonyos embercsoportoknak a viselkedése valamilyen szempontból előrejelezhetővé válik. Tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy az egyes emberek különböző helyzetekben hogy döntenek, de ha már sok ember hoz hasonló döntést, akkor bizonyos százalékban ez jól jósolhatóvá válik. Ez például nagyon fontos lehet a közgazdaságtanban, tehát ez egy olyan kérdés, ami közgazdászokat régóta foglalkoztatja, konkrétan ennek a döntési bizonyosságnak a matematikai definíciója is a közgazdaságtanból származik, pont ezért, mert ott nagyon fontos, hogy az emberek nagyobb csoportjainak a financiális döntéseit valamilyen biztonsággal jósolni lehessen. Emlékeinkben zajlik valamilyen döntéshozatali folyamat, és agyunk utólag különféle egyéb szempontok figyelembevételével gondolkodik el arról, hogy mennyire is bízunk ebben a döntésben. Ez a metakogníció. Gipsz, kvarc vagy malahit-azurit páros? Önök melyiket választották volna meg az idei év ásványának? És vajon mi alapján döntöttek a szavazók? A színük, a formájuk, vagy esetleg a hozzájuk kötött legendák miatt voksoltak? A következő percekben ennek járunk utána. Jeges, hűvös, színes, vagy éppen átlátszó? Ismét hármas küzdelem folyt a 2017-es évásványadíjért. A viadal győztese idén a kvarc lett. Kezemben egy szép hegyi kristály van, egy víztiszta kvarc, hiszen a jelmondata ennek a mozgalomnak a kezedben a múlt. És ez jelen esetben szó szerint is így van, ezek a kristályok több millió, több tízmillió, esetenként több százmillió évesek lehetnek, attól függően, hogy melyik lelőhelyről kerülnek elő. Ennyire szépet hazánkban nem lehet találni, de a kvarc és különböző változatai azért Magyarországon is nagyon sok helyen fellelhetőek. Dús lelőhely a Tokaji-hegység, vagy épp a Mátra, de akár egy Pest környéki homokbányában is rábukkanhatunk. A kvarc az egy hatalmas ásványcsalád, rengeteg drága kő változata, amit már az ókorban is ismertek, tehát a lila ametisz neve is görög eredetű, azt jelenti az amétüein, hogy nem részegítő, egyesek szerint ezt amuletként használták, hogy ne rúgjanak be, mások szerint belelógatták a borba, hogy nagy megmérgezzék őket, és talán a nevét is, mint a legtöbb drága kő, a színe után kapta, egy ilyen szép lilás színe van, és esetleg a speciális régi sötét színű vörös, görög vörös borok színéről kaphatta ez az ásvány a nevét. Az ametiszt régen nagyon értékes drágakőnek számított, hiszen kevés volt belőle. A püspöklila szín megnevezése is az ametisztből ered, hiszen a püspökök gyűrűje ebből a drágakőből készült. Később, amikor Brazíliában hatalmas ametisztlelőhelyeket fedeztek fel, lecsökkent az értéke. A Magyar Természettudományi Múzeumban egy hatalmas, 133,5 kilós füstkvarc kristály is díszeleg, amit 1868-ban kristályvadászok találtak. A neve éppen tekintélyes termete miatt Nagyapó. A nagy kristályos kvarcnak a színei abból adódnak, hogy valami kis, hogy mondjam, bibi van a kristály szerkezetében, tehát nem olyan tökéletes, mint egy hegyi kristály. Ez egy valamilyen idegen elemnek a beépülése a kristályrácsba, ami megzavarja azokat a viszonyokat, amik eddig a kristályrácsban uralkodtak, valamint kell hozzá egy kis természetes radioaktivitás, ami ezt az úgynevezett színcentrumot aktiválja. A rózsakvarc is igen érdekes képet tud mutatni, azonban ebben az esetben ezt a csodálatos színt nem a hibák okozzák. Néhány évvel ezelőtt jöttek rá, hogy egy rózsaszínű ásványnak a nagyon finom szálszerű zárványai vannak benne, olyan aprók, hogy szabad szemmel nem láthatók, ezek adják a rózsaszín szint, és hogyha gömb alakúra csiszolják ezeket a rózsakvarcokat,
és ezek orientáltan, tehát irányítottan helyezkednek el ezek az árványok a kvarc kristály szerkezetének megfelelően, akkor egy nagyon szép hatágú csillag fog kirajzolódni nekünk, ha megfelelően forgatjuk a gömböt. A múzeum 60 ezer ásványa között a legbelső részben egy kincstár is található, ahol a drága kőszépségek között a női szemnek tetsző ásványokat is megcsodálhatják a megszállott rajongók. 2016-ban a Szent László pénzeként is ismert egy sejtű nyerte el az év őslénye díjat. Az idei küzdelemben nagyon szoros verseny alakult ki a miocén tengeri sűn, a pannoniai kagyló és a barlangi medve között. A győztes pedig a jégkorszak egyik legjellegzetesebb állata, a mamut és a gyapjas orrszarvú mellett élt barlangi medve lett. Gyapjas mamut, hatalmas agancsokat viselő ősszarvas, vagy a legendák alapján ismert Kárpátok sárkánya. Mindnyájan a jégkorszak utolsó melegebb szakaszában jelentek meg, majd a jégkorszak utolsó hideg periódusának végével ki is pusztultak. Kihalásukat nem csupán a környezetváltozásai okozták, hanem bizony az akkor élt ember étvágya is. Bár ez kölcsönös vonzalom volt, a medve vadászott az emberre, az ember pedig a medvére. A húsán és a szőrén kívül a muzikálisabb ősember az állatúj percéből akár sípot is készített. Van olyan ősemberi lelet együttes, ahol az elejtett prédaállatok csontjainak 90%-át a medvék teszik ki, a medve csontok teszik ki. Nyilván kellett a gereznája, a meleg prém, a húsa, és természetesen kellhetett nekik a barlang, amelyen az ősember és a medve nem tudott megosztozni. Így aztán, amikor a barlangi medve eltűnt a föld színéről, akkor talán az emberiség leghosszabb és legvéresebb háborúja fejeződött be, ember és barlangi medve között. Ez a hatalmas, erőteljes jószág kétszer olyan nagy volt, mint a mai barlangi medve. Táplálkozási szokásairól pedig a legtöbbet a csontjai árulnak el. A csontok között is a leginformatívabb a koponya. Itt körülöttem is van számos koponya. Ha például leveszem ezt az egyet, akkor rögtön látszik ez a hatalmas taréj, amelyhez az rágóizmok tapadtak odafönt, és ha megfordítom, akkor látszik, hogy némelyik foga már kihullott, de itt vannak a zápfogai, amelyek gumósak, éppen úgy, mint mondjuk a vaddisznóé, vagy akár az emberé. Vagyis ez az állat mindenevő volt. A barlangi medve, neve is sugallja, leginkább barlangokban élt. Mégis az egyik hazai lelőhely Érd mellett található, ahol közel-távol egyetlen barlang sincs. Közkeletű hiedelem, hogy a ma élő mackó őse a barlangi medve. Ez azonban téves gondolat. A genetikai vizsgálatok alapján eléggé világosan látszik, hogy volt egy közös ősük, másfél millió évvel ezelőtt az etruszk medve, az Ursus etruscus, ez egy kisebb termetű medve volt, és úgy néz ki, hogy az evolúció során két ágra szakadt ez a csoport, és az egyikből lett a barlangi medve, és a másik vonalon pedig megjelent a barna medve. Úgyhogy rokonok, de nem ősei egymásnak. Az ember ezt az áldáz ellenséget a barlangok falaira is felrajzolta. Innen tudhatjuk, hogyan is nézhetett ki pontosan. Az 1600-as években azonban egy tudós is papírra vetette az akkor még sárkánynak hitt jószágot. Az első barlangi medvét egy eperjesi kirurgus, egy bizonyos Johann Paterzonius Hány nevű orvos, természetbúvár ábrázolta. Ez a Hány egy kíváncsi ember volt, és kifaggatta ott az eperjes környéken élő parasztokat, hogy hol vannak ezek a sárkánybarlangok, és miféle csontok kerültek elő belőlük. És ő maga is fölkereste ezeket a barlangokat, és gyűjtött belőle. Nagyon szép példányokat ásott ki, és a megjegyzéseit, a feljegyzéseit Németországban élő barátainak el is küldte levelek formájában. Végül 100 évvel később Georges Cuvier francia zoológus-geológus eloszlatott minden mesét a jégkorszak emblematikus állatáról, a Kárpátok sárkányáról, vagy mai nevén a barlangi medvéről. Hazánk lett a molekuláris gyógyászat és a termelés informatikai kutatások új európai központja. Ezzel pedig mi vagyunk az egyetlen olyan uniós állam, amelynek két pályázata is nyerni tudott az EU legnagyobb presztízsű együttműködési programján.
Ezek a sárga és piros korongok az autókat helyettesítik, melyben egyedi azonosítók jelzik, hogy a vásárló milyen extra felszerelést, például parkolóasszisztens vagy panorámatetőt kérte a gépkocsihoz. Az autókat önálló, guruló szállítójárművek, robotok viszik arra az egységre, ahol dolgoznak majd rajta. Ez a rendszer jóval rugalmasabb, mint a futószalag, mert a robot segítségével átugorhatók bizonyos egységek. A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében, azaz a STAKI-ban arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban robotok segítségével egyedi terméket gyártani, például az autóipar számára. A mi területünk a termelés és a hozzá kapcsolódó logisztika, ami azt jelenti, hogy egyre inkább automatizálódik a dolog. A korábbi automatizálással szemben fő szempont a elemek egymáshoz való kapcsolata, elsősorban az interneten vagy más használati eszközökön keresztül. Ezáltal az elemek önállóbbak lesznek, önálló döntéshozó képességgel rendelkeznek, érzékelik a világot, saját beavatkozóikkal módosíthatják ezt a környezetet. Tehát, hogy mondjak egy példát. Korábban ugye volt egy emberi szerelési művelet. Mostanában ezt egyre inkább már robotok csinálják, de általában úgy, hogy A helyről B-re tesznek valamit, vagy becsavaroznak egy adott helyen egy csavart. A következő generáció fel fogja ismerni a környezetet, módosítja a mozgáspályáját, sok esetben együtt tud dolgozni az emberrel. Ez pedig nagyon sok biztonsági kérdést felvet. A jövő viszont mindenképp az ember és a robot közös munkájában rejlik, ami a szakemberek szerint növeli a termelés hatékonyságát. A STAKI, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság német és osztrák intézeteivel a kiberfizikai gyártó és logisztikai rendszerek területén végez fejlesztéseket az Unió Horizont 2020 pályázatának keretében. Európa a gyorsaságával versenyez a világ többi részével, úgy, hogy újításaival, tehát az innovációval jobb megoldásokat kínál. Még tovább menve pedig a tudományos innovációba való befektetéssel. Ez a két projekt, amiről ma beszélünk, gyönyörű példák mindenre. Az innovációba való befektetés az, ami megkülönbözteti nem csak Magyarországot, de Európát is. Európa szerte 9 országban jön létre úgynevezett Teaming kiválósági kutatóközpont, a kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése című program keretében. A résztvevő országok közül Magyarország az egyedüli, ahol mindjárt 2 is megkezdte működését. Immunológiai betegségek, rák és kardiovaszkuláris megbetegedések. Ezek az úgynevezett nem terjedő, de nagy tömegeket érintő betegségek. Ezek azok a betegségcsoportok, amiknek a kutatásában a partner intézmények, mint Semmelweis Egyetem, Debreceni Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem és az SBK jók. Az egyik előnye ennek a projektnek az, hogy együttműködésben dolgozunk az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriummal. Ők az egyik legjobb kutatóintézmény a világon, ahol ezeknek a megbetegedéseknek tényleg igazán a gyökereig mennek, és a molekuláris biológiai mechanizmusait földerítik. Hazánkban a Horizont 2020 pályázati program koordinációjáért kormányzati oldalról a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatala felelős. Az intézmény biztosítja a hazai kutatási és innovációs stratégiák összehangolását, valamint a résztvevő magyar intézmények közti partneri kapcsolat kialakítását. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős siker. Európában mindössze 10 ilyen programon 17 országból pályáztak, és ebből 2 Magyarországon van. Azt gondolom, hogy ez jelentős siker. Most a kollégákon, a kutatókon a sor, hogy ez a projekt, ez a program, ez a kutatási eredményeket tekintve is sikeres legyen. A két győztes konzorcium a közvetlenül megpályázható brüsszeli forrásból mintegy 8 milliárd forint támogatást nyert kiválósági központok megvalósítására. A kiegészítő hazai forrással és a résztvevő intézmények hozzájárulásával együtt több mint 22 milliárd forintból valósulhat meg a két élvonalbeli program, a termelési informatika és irányítás, továbbá az orvostudományi kutatások területén. Törpeautók garmadája és egy járgánycseperről, amelyből csak egyetlen darab létezik. Az Automotor Tuning Show-n jártunk, és ezúttal a II. Világháborút követő idők európai autóterméséből szemezgettünk.
Autócsodák és csodás autók, és lányok, motorok és biciklik, és teherautók, kamionok, különleges egyedi példányok. Ez volt az Automotor Tuning Show, vagy ez is. És voltak oldtimerek, vagyis öreg autók, köztük törpe autók. Spiridonova Jekaterina Vladimirovna vagyok, de röviden Kátya. A BMW gyártotta a világháború után szintén ilyen kis autók. Ez 600-as BMW, aminek két ajtó van, az egyik az elején, ugyanúgy, mint az ünnepnapnak volt. Klímakontroll. És indulunk. Ez nagy BMW, az 4 személyes. Néhány pillanatkép az 1950-es évek Európájából autós szemmel, amikor még nem voltak töréstesztek. Figyelem, ez a kisebbik változat, ahol ajtó csak elől van, de volt 4 személyes kivitel oldalsó ajtóval 600 köbcentiméteres motorral. Rossz nyelvek szerint itt a Frigidert házasították a motorkerékpárral. 1955-ben Németországban ez volt az autó, vagy legalábbis ez is. Ne feledjék, 10 évvel voltak a II. Világháború után, a vesztes háború után. Tulajdonképpen ennek a kollekciónak az érdekessége, ugye látunk egy óriási csajkát, ami ugye 6 méteres, ezeknek 2 méteresek ezek az autók. A dolog lényegéből is látszik a méretéből adódóan, hogy a háború utáni időkben nagy volt a nyersanyag hiány, ugye is az alkatrész hiány, ezért megpróbáltak a meglévőkből és a kevés anyagból gazdálkodni, ezért születtek ilyen törpeautók, akkor az egész világon ez volt a trend egyébként. Ráadásul ilyen repülőgépből maradt kis kereket próbáltak alkalmazni. Hát itt az egyik iskola példája ez a BMW Isetta, amiben egy 300-as egy hegyhengeres motor volt, farmotor természetesen. Az érdekesség, hogy előről nyílik az ajtó, és úgy kell beszállni. Ezek tulajdonképpen ezzel a karral kinyílik, hát meg így van. És az az érdekesség, a kormány is egy csukló szerkezetű. Tehát, hogy ne akadályozza a ki- és beszállást, csuklik a kormány, elég nagy hely van benne, hogy be lehessen szállni. És ennek volt egy duplasított változata, az a 2-szer akkora motorral készült, de az sem 4 ajtós, csak 4 személyes. Ennek elő volt egy ajta, annak elő volt, és egy oldalt volt. És ebben 300 köbcentis motor volt, abban pedig 600-as BMW motor, kerékpármotor volt. El tudnák képzelni, hogy ilyen autóval mennek? Nem bevásárolni, hanem autós nyaralásra a hegyekbe, vagy épp a tengerhez. Hogy nem férnének el? Akkor úgy tűnik, ez nem volt probléma. De térjünk vissza a kiállításra, és pedig egy másik törpeautóhoz, amiből ma csak ez az egyetlen egy darab van. Volt egy másik is, az megsemmisült az idők során. A megmaradt példány felbecsülhetetlen értékű, a magyar ipartörténet különleges darabja, a Pente. 1946-ot írtak, egy évvel Budapest ostroma után. Tulajdonképpen ez egy nagy kísérlet lett volna a magyar autóipar tekintetében, mert ezt még az II. Világháború előtt a Weiss-Manfrednál kezdték el fejleszteni, ötleten ezt az autót. Pontosabban ennek a kisebbik változat, az 500-as, amiből sajnos nem maradt meg egyetlen egy darab se. Ezt 1945 és 47 között csinálta a tervezője Pentelényi János mérnök, aki tényleg egy zseni volt mindenféle szempontból. Ez kiállt a tartósági teszteket is, úgy volt, hogy leindul a sorozatgyártása, de aztán úgy döntöttek, hogy nem lesz belőle semmi. Utána a Cseppel Milleknél szolgált ilyen kifutó autóként. Ez egy, az első változat 500 köbcentis volt és 15 lóerős, ez már 600 köbcentis volt és 18 lóerős. Hát ahogy belenézni, látszik, hogy ez egy nemesen egyszerűen és pártai az egész, de mégis elfér benne egy család, tehát azért arra alkalmas lett volna, hogy elfuvarozzon, legyen egy népautó, hát de sajnos sok más a magyar államhoz hasonlóan ez sem valósult meg. Ez ma a közlekedési múzeum a gyűjtemény egy alapítja. Ezt anno a Békés Csabai ipari tanulóiskolában ők újították fel, és azért ilyen szép még a festése ma is. Nem sokára folytatjuk összeállításunkat, akkor is törpeautókkal, meg talán egy szovjet óriással, amivel menni még csak-csak lehetett, de megállni nem volt könnyű. Remélem élvezték ezt a röpke fél órát velünk, és a jövő héten is velünk tartanak. Adásainkat visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, és saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n.
Lájkolják Facebook oldalunkat is, hogy mindig napra készek legyenek a legfrissebb tudományos érdekességekből. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre az info@novumtv.hu-ra. Egy hét múlva találkozunk, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.